Felújítás és bővítés, több mint 500 000 000 forint értékben korszerűsödött a nagykálói Korányi Frigyes görög katolikus általános iskola és gimnázium. Ápolják a lelkeket, napi több mint 1000-re nő a segélykérő telefonhívások száma a karácsonyi időszakban. Plüssjátékokat a karácsonyfa alá. Az élő állat nem játék, amit ha meguntunk, polcra tehetünk, hangoztatják az állatvédők. Teljes körű energetikai korszerűsítés valósult meg a nagykálói Korányi Frigyes görög katolikus általános iskolában és gimnáziumban. Az intézményben új tantermeket is kialakítottak, és a kollégiumot is bővítették. Ez a Kölcsey Televízió híradója, köszöntöm Önöket. Az átadó ünnepségen Soltész Miklós államtitkár arról beszélt, az épületfelújítások programja után a pedagógusok fokozatos béremelése is megkezdődik. Megújult külső homlokzat, új szigetelés, frissen telepített napelemek, kicserélt ablakok és nyílászárók. Ezek a fejlesztések kívülről is jól láthatóak a nagykálói Korányi Frigyes általános iskola és gimnázium épületén. A belső terekben is történt változtatás és bővítés. Az elektromos hálózat korszerűsítése mellett 4 új tantermet is kialakítottak, és egy 40 férőhelyes új kollégiumi szárnyat is átadtak. Az intézmény vezetője azt mondta, a fejlesztéseknek köszönhetően az iskola elismertsége reményei szerint tovább növekszik. Évről évre 2 osztálynyi elsős diákkal gyarapszik közösségünk. Továbbá szeretnénk a gimnazista korosztályainkat is továbbra is nevelni, oktatni. És úgy gondolom, hogy az iskola neveléséhez, oktatásához a jövőben is hozzá fog tartozni a kollégiumi ellátás biztosítása is. Tehát egy ilyen több célú összetett iskoláról álmodunk, általános iskoláról, gimnáziumról és kollégiumról. Az elmúlt években az infrastruktúrális feltételek soha nem látott mértékben növekedtek az iskolákban, most pedig a pedagógusok fokozatos béremelése is megkezdődik. Emelte ki Soltész Miklós egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár. Nyilván a nagykálói beruházás is jelentős, hiszen több mint 500 000 000 forintos beruházás volt. Megújult 4 terem, megújult a kollégium, és hát bízom benne, hogy persze ez majd folytatódik a következő években is. Amit említettem, hogy a pedagógusokat is érinti nyilván ez a változás, ami 10-11 év alatt megtörtént. Most jövő évben folytatódik tovább a segítségnyújtás. 10%-kal emelkedik a bérük, és 10%-os emelést kapnak a pedagógusok. A nagykálói Korányi Frigyes iskolát 2017-ben vette át a Nyíregyházi Egyházmegye. A nyírbátori körzetben pedig összesen 6 oktatási intézményt működtetnek a görög katolikusok. Mint az Simon Miklós országgyűlési képviselő elmondta, ezekben az intézményekben szemmel látható a fejlődés. Az elmúlt időszakban számtalan fejlesztés történt, ami az infrastruktúrát illeti. Nem mondanám most végig, de milliárdok kerültek beépítésre az iskoláinkba, bölcsődéinkbe, óvodáinkba, és ez arra kell, hogy sarkaljon bennünket, hogy az a gondoskodó szeretet, amit a közösségünk, az országunk ad az iskoláknak, abból viszonzás is legyen. A nagykálói intézmény energetikai korszerűsítése összesen 351 millió forintból, a bővítéshez kapcsolódó munkálatok pedig további 200 millió forintból valósultak meg. Napi több mint 1000-re nő a segélykérő telefonhívások száma a karácsonyi időszakban, mondta híradónknak Tudás Erika, a Magyar Lelki Segélyszolgálatok Szövetségének elnöke. 8-10 ügyelő helyett ilyenkor 10-12-en várják a telefonokat, hogy minden hívást fogadhassanak a nap 24 órájában ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámon. Az empátiát, a feltétel nélküli elfogadást és a hitelességet tartja a legfontosabb tulajdonságoknak. Dudás Erika, a Magyar Lelki Segélyszolgálatok Szövetségének elnöke, a segélykérő telefonhívások során. Tapasztalata szerint a karácsony körüli időszakban különösen megnő a beérkezett hívások száma,
ezért rendkívül fontos ilyenkor a munkájuk. Az ünnepek azok mindig forgalmasabbak a lelki elsősegély telefonszolgálatoknál. Azt várjuk, hogy idén is magasabb lesz majd a hívásoknak a száma. Ugyan már nem annyira kiugróan eltérően magas az adventi ünnepkörben, mint mondjuk 10-20 éve volt, hanem kiegyenlítettebb sokkal a hívásoknak a száma, és az utóbbi másfél évre is ez vonatkozik, hogy sokkal kiegyenlítettebb forgalmat tudunk bonyolítani, mint korábban. Tehát nem annyira csak a november-december az az időszak, amikor tömegesen nagyon sokan keresnek bennünket különböző problémákkal. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége jelenleg 24 tag és társszolgálatánál közel 500 fős önkéntes segíti a bajba jutott emberek mindennapjait, ingyenes tanácsadással és beszélgetéssel, még a határon túl is. A telefonhívásoknál a figyelem a legfontosabb. A legfontosabb a jelenlét. Tehát a jelenlétünkkel, a támogató odafigyelésünkkel tudjuk folytatni a segítő beszélgetést, és közösen együtt gondolkodni azon, hogy mi az, ami leginkább segítség lehet az illető számára. Ez azt jelenti, hogy a különböző alternatívákat megvizsgáljuk, és a hívó az, aki eldönti, hogy milyen úton lép majd tovább. Nagyon lényegesnek tartjuk azt, hogy a különböző feszültségeket, titkokat, olyan fájdalmakat, amelyek valahol nagyon legbelül ott vannak, hogy azt a vesztességet, azt a hiányt, amelyet az ünnepkör még felerősít, azt mi tudjuk a jelenlétünkkel, a támogatásunkkal, az odafigyelésünkkel és az értő meghallgatásunkkal segíteni rajtuk. Tehát, hogy tudjuk egy picit oldani azt a feszültséget, ami bennük van, hogy azt a hiányérzést egy picit pótolni, hogy mi viszont figyelünk rájuk. A Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége a nap 24 órájában ingyenesen hívható a 116-123-as telefonszámon. A koronavírus világjárvány miatt pedig bevezették a 0680-810-600-as új telefonszámot is, amely heti 102 órában elérhető azok számára, akik problémájukat nem tudják egyedül feldolgozni, vagy csak segítségre, beszélgetésre van szükségük, különböző krízisek feldolgozására. A karácsonyi időszakban 12 ügyelő fogadja párhuzamosan a beérkező telefonhívásokat. Az élő állat nem játék, amit ha meguntunk, polcra tehetünk, hangoztatják az állatvédők a karácsony előtti időszakban. Az ünnepek után még mindig sok kutya végzi az utcára kidobva. Ha mindenképpen kis állatot szeretnénk ajándékozni, azt tegyük inkább tavasszal, karácsonykor pedig csak egy fekhelyet vagy pórázt tegyünk jelképesen a fa alá. Apa, szerinted mit vegyünk Matyikának karácsonyra? Nem is tudom, anya, szerintem vegyünk neki egy kis kutyát, vagy kis cicát, olyan kis cukik. Hú, ez de jó ötlet, apa, Matyika már 2 éves. Ezzel a szöveggel kezdődik egy bejegyzés, amelyet nemrég az Állatbarát Alapítvány osztott meg. Nem győzik azonban hangsúlyozni, a piros masnis kiskutya nem a fa alá való ajándék. Bár minden menhelyi kutya álma, hogy szerető gazdihoz kerüljön, nem a legjobb ötlet ezt pont karácsonyra időzíteni. Egy élőlényről ugyanis gondoskodni kell, kutyák esetében ez 10-15, de akár 18 évet is jelenthet. Még a felnőttek kapcsán is egyébként sokszor felmerül az, hogy vajon készen áll-e a megajándékozott arra, hogy gondoskodjon egy állatról. Gyerekek kapcsán viszont abszolút elzárkózunk, vagy megpróbálunk elzárkózni attól, hogyha valaki ilyen kéréssel fordul felénk, és sajnos gyakran előfordul, hiszen ugye a gyerekek olyanok, hogy kapnak valamit, játékot, és hát gyorsan megunják. Ez persze nem az ő hibájuk, egyszerűen ilyen világot élünk, nagyon felgyorsult minden körülöttünk, és hát azért egy állat nem egy 3-4 napos szórakozás, nem egy játék, amit utána beteszek a sarokba, vagy felteszek a polcra, úgyhogy kérünk szépen mindenkit ezzel kapcsolatban, hogy ne gondolkozzon ebben. Az örökbefogadás egy nagyon szép dolog tényleg, viszont ennek egy megtervezett, átgondolt döntésnek kell lennie, akár egy vásárlásnak is, hogyha adott esetben arról van szó, úgyhogy próbáljunk meg nem ezzel örömet okozni a szeretteinknek. Bár az emberek egyre nyitottabbak és hallgatnak a tanácsokra, az állatvédőknek még mindig sok a rossz tapasztalata. A legtöbben tavasszal fogadnak örökbe, ez azonban azt is jelenti, hogy aki decemberben akar új házi kedvencet, az sokszor csak a karácsonyi hangulat vezérli. Ezért komoly szűrőn kell átmennie egy gazdi jelöltnek, hogy hazavihessen egy állatot a menhelyről. Szaporítóknál azonban ilyenkor is könnyen kiskutyához lehet jutni, ezért az állatvédők még mindig gyakran találkoznak karácsony után pár nappal kidobott kutyával.
Sokszor előfordult már az, hogy karácsony másnapján, vagy akár húsvét után találtunk ugye kidobott állatokat, és hát elég egyértelmű volt, hogy egy félre sikerült ajándék volt. A legutóbbi ilyen élményünk az egy bevásárlóközpontnak a parkolójában, egy teljesen új nyakörvel, samponillatú 8-7-es kiskölyök karácsony másnapján. Az élő állat ajándékozásának egyik alternatívája, ha karácsonykor csak egy fekhelyet vagy pórezt teszünk a fa alá jelképesen, és az ünnepek után, tavasszal, egy közös, átgondolt döntés eredményeként választja ki a gazdi új kedvencét. Az ország kifosztásáról és a nemzeti vagyon feléléséről szóltak az elmúlt évek, hangzott el a Mi Hazánk szerdai nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A párt parlamenti képviselőjelöltje arról beszélt, de az általuk az elmúlt másfél évben végzett háttérmunka során olyan megkeresések érkeztek és bizonyítékok kerültek elő, amelyek korrupció gyanúját vetették fel a végrehajtói karral kapcsolatban. A Mi Hazánk ezért három célt tűzött ki az ilyen ügyek felszámolása érdekében. Első célunk felfüggeszteni a folyamatban lévő végrehajtásokat, mindaddig, amíg a végrehajtó irodák érintettsége kiderül. Második célunk non-profit szervezetekké alakítani a végrehajtási folyamatot, illetve állami szerepvállalást, kizárólagos állami szerepvállalást elérni ezen a tevékenységen. A harmadik célunk pedig elszámoltatás, mind a végrehajtói szervezetek, illetve a teljes kapcsolati hálóval. Az Észak-Alföldi Regionális Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. Tájékoztatja a lakosságot, hogy december 24-én és december 31-én a megszokott járatrend szerint történik a hulladékszállítás. A nyíregyházi hulladékudvarok nyitvatartása a következőképpen alakul. December 24-én és december 31-én 7 órától 12 óráig várják az ügyfeleket, december 25-én és január 1-én pedig zárva tartanak. A Mátészalkai hulladékudvar december 24-én és december 31-én 8 órától 12 óráig nyitva lesz, december 25-én és január 1-én pedig zárva tart. Évvégi összefoglalunk 5. részéhez, májushoz értünk. Ebben a hónapban a járvány miatt szigorú előírások mellett tudták megszervezni az érettségi vizsgákat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is. Ekkor vált biztossá az is, hogy a görög katolikusok veszik át a Kisvárdai Kórház üzemeltetését. A római katolikusok elkezdték bővíteni a nyírteleki iskola épületét, a csíksomlyói búcsúra pedig kerékpáros zarándoklat indult Mária Pócsról. Barnabás! Sikert ajándéktólat kapott az igazgatótól minden érettségiző május 3-án hétfőn a nyíregyházi Bethlen Gábor gimnáziumban. A diákok izgalommal, de felkészülten várták az érettségi vizsga kezdetét. Alapvetően nagyon kavarognak a gondolataim, tehát hogy azért nyilván izgulok, viszont örülök, hogy magyarral kezdünk, mert nem gondolom, hogy ez olyan hatalmas megpróbáltatás lesz. Ez azért megnyugtat, hogy akkor ma így belerázódok az egésznek a menetébe, és inkább a matek az, amitől tartok, de hát szerintem ez a minden sorstárs, ami így van, meg hát nyilván az emelt, ami nekem a töri lesz. A mai nap az olyan bevezetőnek tökéletes. Nem csak a diákok, az intézmény vezetői is izgalommal készültek az idei érettségére. A koronavírus járvány miatt sem az elmúlt tanév, sem maga a vizsga nem volt hagyományos. Ennek az érettségiző csoportnak, akik ebben az évben fognak érettségizni, egy sokkal nehezebb körülmények között történő felkészülés zajlott, hiszen már mondhatjuk, hogy lassan egy éve, igazából több mint egy éve alig jártak iskolába, szeptember-októberben jártak, aztán a többi az otthoni tanulással zajlott, tehát ilyen módon kicsit nehezebbek voltak a körülmények. Viszont azt szoktam mindig ilyenkor mondani, hogy aki becsületesen, szorgalmasan készült az elmúlt 4 évben, 5 évben, 12 évben, 13 évben, azoknak biztosan nem lesz nehéz, és egyébként ezek így is szoktak történni, tehát általában azért jó eredményeket érnek el a diákjaink, és tényleg becsületesen készülnek, és komolyan veszik az érettségi megmérettetést. Nagyon fontos dolog az érettségi vizsga, hiszen az egyetemi felvételik ezen múlnak, hogy ki hány pontot szerez ezeken a napokon, úgyhogy ehhez a téthez viszonyulva tényleg nagyon komolyan állnak hozzá a diákjaink. Isten áldjon meg a magyar! Tartson neve, míg a föld tart, paradicsom hazájába.
Molnár Levente, Liszt Ferenc díjas operaénekes is részt vett a zarándokok búcsúztatásán május 7-én a Mária Pócsi templomban. A művész Erdélyben Gyertyó Lemetén született, így mivel van román állampolgársága is, személyesen is részt vehetett a csíksomlyói búcsún. Az én zarándoklatomat is az ilyen csodálatos helyeknek, meg a csodálatos magyarságért ajánlom fel. Nagyon fontos az nekem, hogy ilyen helyen lehetek, mint Mária Pócs és Csíksomlyóra zarándokolhatok. Ott nőttem föl. Az igazság az, hogy Bánkbán és az én személyem ugye összeköti a kultúrát. Egész Budapesttől Csángóföldig, egészen Székelyföldig. Nagyon, nagyon fontos számomra az, hogy hitben, erőben, szeretetben a magyarság összetartson. Összép kell a szívünket, a gondolatainkat húznunk, és csak a jó fele kellene haladnunk, és úgy érzem, hogy erre megvan a lehetőség abban az esetben, hogyha ha hitben, szeretetben élünk. Úgyhogy ezt annak ajánlom fel az ilyen magyaroknak, akik az olyan magyaroknak, akik egyáltalán nem jöhetnének oda el, ugye, mert csak helyi lakosok. Én meg helyi lakos vagyok ott, megvan mai napig a személyim, úgyhogy sok üzenetet fogok én is szállítani a kedves hívektől. Kedveskedjél megáldani ezen zarándoklatot, a Szentlélek marasztja. Orosz István parókus áldotta meg a zarándokokat indulás előtt. Majd a hívek felkötötték a szalagokat arra a keresztre, amelyet a kerékpárosok juttattak el Csíksomlyóra. A járvány miatt csak román állampolgárok vehettek részt az idei búcsún. 12 évvel ezelőtt a próba zarándoklatot elmentünk Mária Pócsról Csíksomlyóra, és végig egy hétig szakadt az eső, és akkor Bőtje atya volt akkor a főszónok, és ő egy régi mondást idézett, hogy a zarándoklatra sosincs rossz idő, csak legfeljebb gyenge ember. Azóta is ezt tartom, akár az zarándoklatok, akár a kerékpárturák alkalmával, teljesen lényegtelen, hogy milyen az idő. Májusban derült ki, hogy júliustól átveszi a Kisvárdai Kórház működtetését a görög katolikus egyház. Kocsis Fülöp érsek metropolita azt mondta a Kölcsei Televíziónak, a feladatok nem, csak a szemlélet és az értékrend változik az átvétel után. A betegek több kórház lelkésszel találkozhatnak majd, és szeretnének egy kis fatemplomot is felépíteni a Kisvárdai Kórház területén. Egy olyan ápoló jön oda gondozni a beteget, aki hivatástudatból teszi ezt, vagy olyan orvossal találkozik, aki a hivatástudat vezet, egészen mást kap, mint hogyha valaki pénzért végzi el azt a feladatot. Hát azon dolgozunk, az a fő szent célkitűzésünk, hogy a Kisvárdai Kórházban is a legfőbb orvosoktól kezdve az ápolónőkön keresztül, akár még a fűtőig is, hivatástudatból végezzék a munkájukat. Májusban adtunk hírt arról is, hogy bővítik a Szent Anna Katolikus Általános Iskolát Nyírteleken. Az intézményben új sportcsarnokot, újabb tantermeket és közösségi szintereket terveztek kialakítani. A beruházás közel 500 millió forintból valósult meg, amely december elejére készült el. Ez egy jó iskola volt akkor is, és reméljük, hogy a mi fenntartásunkban még jobb lesz. És ez egy nagyon nagy kegyelem, hogy mondhatom így, hogy lehetőségünk nyílt arra, hogy saját forrásból tudjuk bővíteni ezt az épületet, és tudjuk felépíteni ezt a csarnokot, amely azt hiszem hiánypótló, és a gyerekek nagy örömére fog szolgálni. Elégedetten tekint vissza a 2021-es évre Fucsovics Márton. A világranglista 40. helyén álló nyíregyházi teniszező az új esztendőt már Ausztráliában köszönti, mivel ott készül majd a szezon első Grand Slam versenyére, a Melbourne-i Australian Openre. Úgy gondolom, hogy egy sikeres éven vagyok túl. Szinte a karrierem egyik legjobb éve volt. Négyed döntőt játszottam Wimbledonba, amire nagyon büszke vagyok. 40-ként zárom a világranglistát. Top 10-es játékosokat vertem meg. Évvégén Davis kupát is játszottam, úgyhogy egy tényleg sikeres év volt. Karácsony után indulok Ausztráliába. Január 17-én kezdődik az Ausztrál Open. Minden héten versenyeim lesznek, sok versenyem lesz. Évelején sok pontot kell védenem. Szeretnék a top 50-ben maradni, és megközelíteni a top 20-at. Híradónk végére értünk, úgyhogy nézzük legfontosabb híreinket még egyszer, de már csak néhány mondatban.
több mint 500 millió forint értékű fejlesztést adtak át a nagykállói Korányi Frigyes görög katolikus általános iskolában és gimnáziumban. Teljes körű energetikai korszerűsítés valósult meg, az intézményben új tantermeket is kialakítottak, és a kollégiumot is bővítették. Az átadó ünnepségen Soltész Miklós államtitkár arról beszélt, az épületfelújítások programja után megkezdődik a pedagógusok fokozatos béremelése is. Napi több mint 1000-re nő a segélykérő telefonhívások száma a karácsonyi időszakban, mondta híradónknak Dudás Erika, a Magyar Lelkisegélyszolgálatok Szövetségének elnöke. 8-10 ügyelő helyett ilyenkor 10-12-en várják a telefonokat, hogy minden hívást fogadhassanak. A nap 24 órájában ingyenesen hívható 116-123-as telefonszámon. Az élő állat nem játék, amit ha meguntunk, polcra tehetünk, hangoztatják az állatvédők a karácsony előtti időszakban. Az ünnepek után még mindig sok kutya végzi az utcára kidobva. Ha mindenképpen kis állatot szeretnénk ajándékozni, azt tegyük inkább tavasszal, karácsonykor pedig csak egy fekhelyet vagy pórázt tegyünk jelképesen a fa alá. Önök december 23-án csütörtökön a Kölcsey Televízió híradóját látták. Híradóval legközelebb holnap este várjuk Önöket, addig is látogassanak el weboldalunkra a most elhangzott tudósításokért. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Szép estét, viszontlátásra! Pénteken az ország délnyugati és középső részein felszakadozhat a felhőzet, akár több órára is kisüthet a nap. Főként hazánk északkeleti felén harmadán maradhatnak borult területek, ott többfelé várható vegyes halmaz állapotú csapadék. Eleinte az északkeleti tájakon havazás, délnyugat felé haladva egyre inkább únos eső, fagyott eső, eső, majd délutántól már mindenütt eső valószínű. Délután 3-14 fokot mérhetünk.